Magyarországnak szüksége van a fiatalok tudására, tehetségére, akiknek a 2020-as év számos új lehetőséget hoz. Elindul a külföldi nyelvtanulási program, amelyben 140 ezer 9 és 11. évfolyamos középiskolás vehet részt kéthetes, ingyenes külföldi nyelvtanfolyamon. A kormány állja a képzések, az utazás és a szállás díját, ráadásul zseppénzt is kapnak a diákok. Angliába, Írországba, Máltára, Ausztriába, Németországba és Franciaországba is utazhatnak a jelentkezők. Csak ezzel több százezer forintos terhet veszünk le a szülők és a családok válláról. Mindemellett továbbra is ingyenes a fiataloknak az első sikeres nyelvvizsga, a KRESZ tanfolyam és a vizsga is. A jövő tanévtől pedig nagyon komoly ösztöndíjakkal fogjuk támogatni a szakképzésben tanuló fiatalokat. Az is nagyon biztató, hogy egyre jobban megéri Magyarországon dolgozni és maradni, mert van munka bőven. 2010 óta harmadára csökkent a fiatalok munkanélkülisége, és folyamatosan emelkednek a bérek.